Menjünk vissza az időben ezer esztendőt. Jöjjön el Kalocsára, legyen részes a Szent István napok fantasztikus eseményeinek. Szent István királyunk és Gizella királynénk Kalocsára látogat. Lesz itt királyi hódolat, íjászok, vitézek, lovaglás, fáklyás csónak felvonulás, tűzzsonglőrök, ökörsütés és minden egyéb múltidéző vigasság. Hozzá egy gyermekét is, mert nekik játszik a Holló együttes, Szabó Matyi és Tóth Orsi, s őket szórakoztatják a gólyalábas zászlóforgatók is. Király úrunk lakomát is ad, de ennek 3500 aranyforint az ára. Uralkodói engedéllyel a nagy színpadon a Lord zenél nekünk. Egy szóval itt a helye a környék apraja nagyjának. A rendezvényt támogatja az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Köszöntöm kedves nézőinket, Önök a Kalocsai Híradó péntek esti adását látják. Üzemen kívül az Uszoda termál medencéje, 30 millióból újulnak meg a szivattyúk és a csövek. Vajasparti ötletek, közösségi térfejlesztés, gerilla kertész módra. Új vezetője van a Söffel gyűjteménynek, Mácsainé Iván Éva személyében. Korszerűsödik az uszoda, bár a fürdőzők ebből csak annyit vesznek észre, hogy egy hétig nem üzemel a termálmedence, gazdaságilag azonban ez mintegy 50%-os megtakarítás jelent majd az önkormányzatnak. Még tavaly év közepén döntött a testület arról, hogy ki kell cserélni a termálmedence hőszivattyúit és az azokhoz futó csöveket, így pályázatot nyújtottak be erre. Az év végén pedig 30 millió forintot nyertek is az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Által létrehozott Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványtól a beruházás megvalósítására, hiszen a régi szivattyúk és csövek már elavultak. 2000-ben, amikor épültek ezek, a régi hőszivattyúk azok, szintén energetikai beruházás kapcsán lettek megépítve, de nem ez volt a céljuk nekik, hogy a termálvizet melegítsék, a gyógyvizet melegítsék, mert akkor fúródott meg az a 860 méteres kút, amely végül is meddő lett. Így a berendezések funkciója módosult. A hőszivattyúknak a feladata az, hogy a jelenleg a 32 fokos gyógyvízből, ami a kútból kijön, 36 fokot csinálnak, úgy, hogy a medencéből, a gyógymedencéből elfolyó vízből vonják ki a hőt. A munkához már hozzáfogtak, de hogy be tudják kötni a csöveket és be tudják üzemelni az új szivattyúkat, le kell engedni a termálmedencét. Ahhoz, hogy mindent elvégezzenek, bő egy hétre van szükség, tehát 8-a hétfőtől a következő hét elejéig kell nélkülözni a medencét a fürdőzőknek, de a tervek szerint 17-én szerdán már újra birtokba vehetik azt. Bolvári Ferdinánd a természet és a környezet iránti elkötelezettségét már nagyon sokan megismerhették. Az önkormányzati képviselő éppen ezért a városi közösségi terek fejlesztése kapcsán is hű maradt önmagához. A Kalocsai Hagyományőrzők projektje után most szó szerint új vizekre evesztünk Bolvári Ferdinánddal, aki itt és Csepecsen véletlenül a Vajas partján osztotta meg velünk elképzeléseit a közösségi terek fejlesztésével kapcsolatban. Az 51-es út mellett állunk, és a bútor bolt mögötti részen van egy lapályos terület, amelyet egy plázsnak lehetne kialakítani. Nem nagy költséggel, gyakorlatilag a partot kellene egy picit rendezni, egy markolóval sok-sok folyami homokot idehordani, és egy gyönyörű napozó hely lehetne a kalocsaiak részére. De ez a pihenőhely csak az első eleme lenne a vízpartra megálmodott terveknek, hiszen a képviselő ötlete egy komplex és több állomásból felépülő projekt. A program második eleme az 51-es úttól a Damjanich utca felé. Ebben a most teljesen zsák területben egy sétány kialakítása. Olyan módon, hogy az előttünk vagy a mögöttem lévő paprikának a belső hídja alatt vagy fölött mehetne át az a út vagy járda, amelyen a gyalogosok és a kerékpárosok át tudnának haladni. Ennek köszönhetően nem csak egy kellemes vajasparti sétára nyílna lehetőség, hanem összeköttetésbe kerülnének a főút mellett elhaladó kerékpáros és gyalogos utak a belvárossal. A projekt további részleteit a hétfői híradónkban áruljuk el, higgyék el, a java csak ezután következik.
Tamás Eszter művészettörténész után új vezetője van a Söffel gyűjteménynek, Mácsainé Iván Éva személyében. A három gyermekes történész jelenleg még csak ismerkedik az új munkahelyével, de mint ahogy elmondta, már most számtalan terve van a jövőt illetőleg. Romsics Imre, a Viski Károly Múzeum igazgatója vezette körbe az új munkahelyén a Söffel gyűjtemény újonnan kinevezett vezetőjét. Mácsainé Iván Éva a Kalocsai Dózsa György középiskolában érettségizett, majd történészként diplomázott. Igaz, még nem dolgozott a szakmájában, de mint ahogy elmondta, szereti a kihívásokat. Egyelőre barátkozok a feladatokkal, sok tanulnivalóm van még, de szeretek új dolgokat megismerni, megtanulni, és igyekszem megfelelni az elvárásoknak. Feladatokból lesz bőven, hiszen a nemrég kinyitott újjáépített épületet szó szerint be kell lakni. Illetet kell vinni az intézménybe, vonzóvá kell tenni a látogatók számára. Új ember, új ötletek, új tervek születhetnek meg, de mindenféleképpen csak egy példát mondok, várom a személyváltást, azt, hogy a Kalocsai Képzőművész alkotótábor és az azokra települő kiállítások, és végső soron a múzeum gyűjteményének a gyarapodása, az megújul, és én azt gondolom, hogy ennek főfelé kell majd ívennie. A megüresedett státuszra többen jelentkeztek, de végül a kalocsai kötődésű szakemberre esett a választás. És hát Kalocsa egy kisváros ahhoz, hogy művészettörténészeket bármelyik utcasarkon találjunk, nem is sikerült, tehát helyi jelentkező nem akadt, vidékről érkeztek néhányan érdeklődni. Halkan mondom, hogy amikor meghallották, hogy egy múzeumi fizetés mit jelent, akkor azonnal továbbát minden vidéki. Az új vezető feladatai közé tartozik, hogy minél előbb művészettörténészként kell lediplomáznia. A státusz betöltéséhez ez elengedhetetlen, hiszen három olyan gyűjteménye is van Kalocsának, amelyhez szükséges ez a fajta szakmai felkészültség. Kegyeleti megemlékezést tartottak szerda délután Klauzál Gábor miniszter halálának 150. évfordulója alkalmából a főutcai Szabó Simik háznál Kalocsán. Klauzál emlékév, 150 emlékévnek a főnapjához érkeztünk. 1866. augusztus 3-án ebben a házban hunyt el Klauzál Gábor. Így köszöntötte a megjelenteket Kalocsán Hódi Szabolcs, a Klauzál Gábor Társaság titkára. Az egyesület 2000 után alakult, tagjai egytől egyig elhivatottan ápolják a neves hazafi emlékét a különböző összejöveteleiken, ugyanúgy, mint a legutóbbin is városunkban. Klauzál Gábor ügyvéd, táblabíró, országgyűlési követ és képviselő miniszter halálának 150. évfordulóján a társaság a 2016-os esztendőt emlékévnek nyilvánította, és rendezvénysorozattal tiszteleg a nagy hazafi előtt. Szerdán, Klauzál halálának napján a Kalocsai Múzeum barátok köre és a Klauzál Gábor Társaság a főutcai Szabó Simik háznál, a márványtáblánál várta mindazokat, akik fejet kívántak hajtani a politikus emléke előtt. Egy órával előtte futottak be ünnepélyesen a Csornafogtői csatornán, Kalocsa belvárosában július 31-én Kistétényből, Klauzál Gábor emlékére indult Dunai Evezős túra résztvevői is, akik szintén jelen voltak a kegyeleti megemlékezésén, ahol megtörtént a koszorúzás. A kis csapat ezt követően a 48-sok terén lévő Batthyány kormányszobor csoportnál is lerótta tiszteletét. Újabb országos versenyt nyert meg a Kalocsai Eperföldi Általános Iskola. Most 1 millió forintból válhat még zöldebbé a játszótere, hiszen a program célja az volt, hogy a legtöbb pontot szerzett intézmény egy újrahasznosított elemekből álló szerkezetet kapjon. Játsz zöldben, vidd vissza a flakonokat és nyerj! Ezt hirdette az egyik drogéria lánc nyári játéka, és ezt tette az Eperföldi iskola is. Láthatóan sikerrel, hiszen elnyerte az 1 millió forint értékű fődíjat, amiből megszépül az udvari játszótere. Nagy örömünkre szolgált, hogy augusztus 1-én hivatalosan is bejelentésre került, hogy egy újabb országos pályázatot nyert a mi iskolánk. Ennek célja az volt, hogy óvodáknak, iskoláknak, bölcsödéknek lehetőséget adjon egy zöld nevezetű játszótér megnyerésére. Itt Henkel akcióban résztvevő termékeket kellett gyűjteni. Kalocsán ez olyan jól sikerült, hogy a játékszabályoknak megfelelően a fődíja lett gazdagabb az iskola, pontosabban egy 1 millió forint értékű úgynevezett zöld játszószerkezettel. Játsz zöldben elnevezésű pályázatnak az eredménye egy olyan zöld játszótér, ami tulajdonképpen újrahasznosított műanyagokból készített
elemekből áll, magát a szerkezetét még nem tudjuk, hiszen a Henkel cég csak egy tájékoztató e-mailen közölte, hogy mi nyertük meg, ezután lesz majd aktuális a dolog, és szeptemberben fog kihelyezésre kerülni maga a játszótér. Az iskola 1709 darab kuponnal nyerte meg a zöld játszóterét, és ismét elmondható, hogy ez szülői és pedagógusi összefogás nélkül nem valósulhatott volna meg. 2007 és 2014 között közel 1000 kilométernyi kerékpárút épült meg uniós és több száz hazai forrásból. Most újabb 30 milliárdos fejlesztésről döntött a kormány. Mintegy 30 milliárd forint értékű kerékpárút fejlesztésről döntött a kormány, ugyanis a turisztikai szempontból legfontosabb útvonalak fejlesztését nemzetgazdasági szempontból kiemeltnek minősítették. Révész Máriusz a kerékpározásért és az aktív kikapcsolódásért felelős kormánybiztos egy budapesti sajtótájékoztató során a kiemelt állami fejlesztések közé sorolta a Budapest-Balaton kerékpárút fejlesztését, a Balatont a Kis-Balatonnal összekötő kerékpárút fejlesztését, a balatoni bringakör komplex fejlesztését, a Tisza-tó körüli kerékpárút hiányzó szakaszának kiépítését, valamint az Eurovelo 6 útvonal egyes szakaszainak komplex fejlesztését. A fejlesztésekhez szükséges forrásokat uniós és hazai források biztosítják, a fejlesztések többsége 2018-ra megvalósulhat. Az elmúlt években történt kerékpárút fejlesztéseknek köszönhetően már közel 1000 kilométernyi út épült meg 2007 és 2014 között uniós és több száz kilométer hazai forrásból. Révész Máriusz ezzel kapcsolatban elmondta, hogy az eddig megépült kerékpárutak önkormányzati fenntartása megoldatlan volt. Ezért előkészítés alatt van az a döntés, hogy a Magyar Közút vegye át az országos és regionális jelentőségű vagy főutakkal párhuzamos külterületi kerékpárutak működtetését és fenntartását. A tervek véglegesítése előtt a legfontosabb kerékpáros szakmai és civil szervezetekkel is egyeztetnek. Már elkezdődött a Szelídító legnagyobb fesztiválja, melyet idén harmadik alkalommal szerveztek meg, hiszen a korábbi években a résztvevők száma azt mutatta, hogy igen nagy rá az igény. Finom illatok, ízek, sport, zene, hagyományőrzés, remek idő és kellemes víz. Megvan minden, ami egy jó hangulatú, sok embert megmozgató fesztiválhoz szükséges. A programok már pénteken délután elkezdődtek, de a kis siet az még elcsípheti a 20 órakor kezdődő Török Ádám és a Blues Bell, valamint 22:30-kor a New Generation formációk koncertjeit. Szombaton reggel 8 órakor pedig kezdetét veszi a főzőverseny, de lesz rétes sütés, kemencés kenyérlángos, ökörsütés parázson és szürke marha pörkölt is. A főzőverseny köré szerveződik gyakorlatilag a rendezvény, bográcsos ételek főzőversenye, tehát bográcsban bármilyen ételt lehet készíteni, lehet nevezni, ez mellett ugye lesz még ez a házi sütemények verseny, amit itt mindig szoktunk megtartani. Talán ez is még egy picit így úgy gondolom, hogy a hagyományőrzéshez is hozzátartozik. Hát és van egy vándorfakanál, amit minden évben az első helyezett szokott kapni. Tavaly akasztóra került ez a díj. De sportolásra is bőven lesz lehetőség, hiszen ezen a napon zajlik a 6. Kerüld meg a Kígyó farkát elnevezésű futóverseny. Ismét 4, 11, 22 és 33 kilométeren lehet a távokat teljesíteni. Jelentkezni a nevezési díj befizetésével a helyszínen is lehet majd 8-tól 9:45-ig, a rajtok 10 órakor kezdődnek. Akik pedig evezni szeretnének, azok 11 órától szállhatnak hajóba, hiszen ekkor kezdődik a sárkányhajó verseny. Akik viszont az erejüket szeretnék felmérni, azok 3 órától kötélhúzáson vehetnek részt. És hogy a gyerekek se unatkozzanak, 16:00-kor Rózsa Sándor, a Betyárok Jancsia szórakoztatja majd őket bábjátékával. De felállítottak nekik kézműves és mesejúrtát, tudnak pingálni, fafaragást kipróbálni, arcfestést és csillámtetoválást csináltatni. Az állandó programok közé tartozik még a Magyarok Vására, a Hungarikumok bemutatója, falmászóverseny, strandröplabda és íjászat is. És talán a legnagyobb durranás, amit a legtöbben várnak, az a szombaton este 8 órakor kezdődő bikini koncert. Ezt követően pedig 22-kor a Zöld Kereszt rockband áll a színpadra. Fontos, hogy a rendezvény minden eleme, beleértve a koncerteket is ingyenes, napközben csak a strandbelépőt kell megvenni. 9. alkalommal rendeztek lovas találkozót Dunaszent Benedeken. Ilyenkor hintósok, kocsisok, hátasok is bemutatják és összemérik saját, illetve állataik tudását.
Szombaton az egésznapos programra a közeli falvakon, településeken kívül jöttek messzebbről is versenyzők, hiszen itt a környékben Dunaszent Benedek az atya ennek a rendezvénynek. Ők álmodták és tartották meg először. A Dunán túlról is érkeznek, most is voltak Paksról is versenyzőink, akik úgy háton, mint hintóba mérettették magukat, és nagyon messziről, Érsekcsanádról, Sükösdről, sok helyről jönnek versenyzők, mert azért már a 9. alkalom, és hát tényleg nagyon jó helyszínünk van, meg mi tartottunk először itt a környező települések közül lovasnapot. Ilyenkor pedig a falu apraja nagyja megmozdul, hiszen ez egy igen látványos és szórakoztató esemény. Ezen a napon voltak hintós fogatok, és ezek a hagyományos kocsi fogatok is voltak, hát 15 fogat vett részt a versenyen, ezek különböző kategóriák voltak, volt a hintósok versenye, az egyes fogatok versenye, a kettes fogatok versenye, és még volt egy kategória, amiben a póni lovak mérték össze a tudásukat. De nem csak azok versenyezhettek, akik kocsikkal, fogatokkal érkeztek. Volt még egy külön pályánk, ahol a hátasok versenyeztek egymással, különböző kategóriákban voltak ők is, volt egy 8 éves kori verseny, 14 éves és a felnőtt kategóriában is voltak hátas ügyességi versenyek, amely szintén kapukon való áthaladást kellett nekik végrehajtani, és azt minél kevesebb bolyát és jobb időt futottak, azok voltak a nyerteseink. A nap végén pedig minden versenyszámban jutalmazták a győzteseket egy-egy serleggel, vagy éppen vándorkupával. Kedves nézőink, köszönöm, hogy velem tartottak, friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk. Addig is kérem, kövessék műsorainkat a Kalocsa TV megújult honlapján. További szép estét kívánok! Menjünk vissza az időben ezer esztendőt. Jöjjön el Kalocsára, legyen részes a Szent István napok fantasztikus eseményeinek. Szent István királyunk és Gizella királynénk Kalocsára látogat. Lesz itt királyi hódolat, íjászok, vitézek, lovaglás, fáklyás csónak felvonulás, tűzzsonglőrök, ökörsütés és minden egyéb múlt idéző vigasság. Hozzá egy gyermekét is, mert nekik játszik a Holló együttes, Szabó Matyi és Tóth Orsi, s őket szórakoztatják a gólyalábas zászlóforgatók is. Király úrunk lakomát is ad, de ennek 3500 aranyforint az ára. Uralkodói engedéllyel a nagy színpadon a Lord zenél nekünk. Egy szóval itt a helye a környék apraja nagyjának. A rendezvényt támogatja az MVM Paksi Atomerőmű ZRT.